Oda légy szíves a kukacot. Van egy e-mail címed? E-mail címet hoz létre Szeszát polgármester egy a városban élő nyugdíjas asszonynak. A szokatlan képsorokra a most átadott digitális jólétpontban került sor. Ez egy internettel, számítógépekkel, laptopokkal és nyomtatóval felszerelt iroda, amit bárki használhat, de elsősorban a szépkorúaknak akarnak így segíteni az ötletgazdák, igény pedig van rá. A mentál higiénis műhely önkéntes nyugdíjas tagozatát vezetem. Közel 300 tagunk van, és már nagyon sokan érdeklődtek évek óta, hogy mikor lesz ingyenes számítógépes tanfolyam, mert nagyon sokan igénylik. És akkor most itt az alkalom, ezt nagyon köszönjük a polgármester úrnak. Az unokák nagyon sokan külföldön vannak, és szeretnének velük kapcsolatot tartani, és nagyon jó lesz, hogy megtanítjuk őket skype-olni, és meg egyéb levelezésre, e-mailezésre, egyebekre. Ugye az egyik csoport hétfő szerda, a másik kett csütörtök. Szakképzett mentorok segítik az ide betérőket. Reggel 8 órától lehet használni az eszközöket, kora délutántól pedig informatikai alapképzéseket tartanak a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. A pályázat egy olyan eszközparkot biztosított rendelkezésünk, amelyben megtalálható 3 darab laptop, 2 darab okostelefon, 2 darab tablet és egy multifunkciós nyomtató. És ezen kívül még rendelkezésünkkel bocsátottak egy projektort is. Mi törekszünk arra, hogy ezt az eszközparkot ezt lehetőség szerint bővítsük, így a mai napon 3 darab asztali számítógéppel bővül a digitális jólét programpont, ami azt gondolom, hogy már egy magabiztos indítást adhat itt az október 2-ai hivatalos induláshoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség. Én személyesen tudom azt, hogy régóta várnak erre főként a szépkorúak, hiszen a mai világban azt gondolom, hogy mindenkiben megvan az igény arra, hogy lehetőség szerint minél egyszerűbben fizesse be akár a csekket, minél egyszerűbben juthasson hozzá a receptjéhez, vagy egyáltalán kinyíljon az online világ mindenki előtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, ez egy jó helyszín arra, hogy ezek a lehetőség célba jussanak, és megfogadjanak mindenkiben, aki erre nyitott. Tolna megyében a Szekszárdi a legfelszereltebb digitális jólétpont, a városvezetői viszont már most további fejlesztéseken gondolkodnak. Ha ez a program beválik, már pedig biztos vagyok benne, hogy be fog válni, akkor tovább szeretnénk fejleszteni az eszközparkot is, hiszen ma 3 laptoppal, 2 számítógéppel indulunk el, és különböző kiegészítő eszközökkel, nyomtatókkal, szkennerekkel, kivetítőkkel, stb. Tehát egy komplex számítástechnikai központot adunk át most a szekszárdiak számára, de ezt, hogyha ki kell bővíteni, akkor ki fogjuk bővíteni eszközöket tekintve és a teret tekintve is. Azt szeretnénk, ha minél többen betérnének, illetve minél többen megtanulnák ezen eszközöknek a használatát, és azt a segítséget, amit az itt dolgozó 2 mentor fog adni majd a betérők számára, ezt minél többen használnák, hiszen nem elég, hogy eszközöket biztosítunk, hanem biztosítani kell azt, hogy ezeknek a használatát is meg tudják tanulni. Ehhez pedig szakmailag jól képzett mentorokra van szükség, ezen mentorok képzése megtörtént, úgyhogy most azt gondolom, mindenben felkészültünk arra, hogy ezt a programpontot, digitális jólét programpontot, ezt megfelelőképpen tudjuk használni és hasznosítani. Biztatok mindenkit egyébként, hogy jöjjön be, tanuljon meg e-mail fiókot generálni, tanuljon meg használni az internetet, hiszen a jövő vonatkozásában ezek a készségek mindenféleképpen még jobban szükségesek lesznek majd a mindennapi élethez. Folyamatosan jelentkező igény volt a város vezetése felé, hogy szeretnének egy kicsit a digitalizáció világába jobban elmélyülni, hiszen ma már a hétköznapok része az okostelefon, a laptop, a számítógép, és ezeknek a használatát meg kell tanulni, hiszen sok esetben a kapcsolattartás mindennapos eszközei ezek ma már. A harmadikkor egyetemben nagyon jól működik itt Szekszárdon, több százan vesztek részt az előadásokon, és azt szeretnék, hogyha a digitalizációs programmal kapcsolatban hasonló előadásokat szerveznénk,
Ezt megígértük természetesen, és ennek az első lépése az, hogy egy pályázatnak köszönhetően így Szekszárdon megnyíltam egy elemi a digitális jólét program pontja, ahol megtanulhatják ezen eszközöknek a használatát. Minél többen remélem, hogy el fognak jönni és ki fogják próbálni. De nem csak az időseket várjuk ide, hanem a fiatalabbakat is, bár számukra ezek valószínűleg nem jelentenek olyan nagy kihívást, mint az idősebbeknek. A szekszárdi digitális jólétpontot egy 5 milliárd forintos kormányzati program részeként alakították ki. Hasonló irodából még 1500 készül országszerte.